A Sóstói Szivárvány Idősek Otthonában élők és dolgozók komfortérzetének javítása volt a célja annak a beruházásnak, amelyhez a pályázati kérelmet még 2016. decemberében adta be az intézmény fenntartója. 2017 elején született meg a pozitív döntés, egy Európai Uniós pályázat lehetővé tette az otthon energetikai felújítását. 200 millió forintot nyert a működtető, fenntartó, nyíregyházi református egyházközség, akinek ugye a város 2011-től átadta tulajdonosként a fenntartást és működtetést, és ezt meghosszabbítottuk 10 évvel az elmúlt évben. Nagyon örülök, hogy rá se lehet ismerni, milyen szép lett ez az épület, de nem csak szép, hanem nagyon praktikus, hiszen egy energiatakarékos beruházás is zajlott, aminek a lényeg a szigetelés, nyilázáró csere, tehát az itt élő emberek, itt dolgozó munkatársak életmunka körülményei teljesen mások lesznek. Az eredeti tervezet 100%-os támogatási intenzitást kapott, azonban a felújítási munkálatok során további, kisebb javítandó épületrészeket találtak. Felújításra szorult a pályázatban megjelölteken túl például a második emeleti fatartó szerkezet és borítás. Ezért a fenntartó az elnyert támogatáshoz további 15 millió forintos saját forrást csatolt. Nagyon jelentős az épületünknek a mérete. A hőszigeteléssel érintett falfelszínünk az több mint 4000 négyzetméter volt. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 15 cm-es szigetelés került elhelyezésre a falak külső felszínén, illetve kicseréltük az épület gépészetből a fűtés szolgáló kazánokat, kondenzációs technológiával működő kazánokra. Beszerelésre került 2 darab puffertartály, 800 literes méretűek, illetve az energetika másik része az volt, hogy megújuló energiaforrásként napcellák és napkollektorok kerültek beépítésre az intézménynek a gépészeti rendszerébe. Ez 50 darab, 50 kW áramot termelő napcellát jelent. Jelenleg 305 ember él a projekttel közvetlenül érintett intézményben, őket 184 fő látja el. Ezért is fontos, hogy a térség szociális ellátásában kiemelt jelentőségi intézmény minél korszerűbben tudjon működni. A szociális ellátórendszerben itt a Sóstói Szivárvány Idősek Otthon egy meghatározó intézmény, de itt a környező településen is vannak a református egyház fenntartásában intézmény, például Nyírpazonyban, de más település is említhetnék. Jó gazda kezében vannak ezek az intézmények, hiszen sikerül mindig előrelépni. Most is itt vagyunk egy felújításon túl, több mint 215 millió forintot sikerült erre fordítani, hőszigetelés, ablakcsere, lapostetőszigetelés, megújuló energia. Nagyon fontos, hogy a tárgyi feltételek javuljanak, hiszen sokan várnak, hogy bejussanak egy idősek otthonába, és a szakmai munka, a szociális munkások hivatástudata itt, ebben az intézményben, magam többször jártam az elmúlt években, nagyon magas színvonalú. A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona egy EFOP-os egyházi szervezetek szociális ellátását támogató pályázat keretében újabb 140 millió forintot nyert, amellyel tovább bővülhet és korszerűsödhet majd az intézmény.